márkafüggetlen veterán autós, motoros, traktoros találkozót rendeztek május 10-én Valkón. A kiállított járművek a Szabadidőpark területén kaptak helyet. A rendezvény tavaly indult útjára, amikor Pannonia, Csepel és Ikarusz járműveket tekintettek meg az érdeklődők. Ez tavaly nyáron volt, Ikarusz-Csepel-Pannonia találkozó volt, szintén ugyanitt Valkón ezen a helyszínen. Ez egy egyedülálló szintén Magyarországon. Egyedül a három márka csak itt találkozik nálam, más rendezvényeken tudomásom szerint így nem vonulnak fel a járművek. Idén helyet kaptak a Mustangok, Corvettek, de egy 1961-es évjáratú burkolt Pannonia is bemutatásra került. A májusi rendezvény több hónapos szervezési munka előzte meg. A megálmodók célja az volt, hogy bemutassák a látogatóknak, milyen elfeledett értékek rejlenek hazánkban. Mennyien érkeztek az idei rendezvényre? Hát a én baráti köröm, mert mi 15 éve már ezt csináljuk, nagyon sokan érkeztek. Hát szó szerint a jászberényiek, a hatvaniak, mivel én hatvani vagyok, akkor a tehát mindenhonnan jöttek társaim, én körülbelül az én barátom közül 70 autó és 40 darab motorral érkeztünk ide. Van-e kuriózuma a mai rendezvénynek? Van, egy Krammer K12, egy Ganz Ábrahám által gyártott 1879-es évjáratú stabil motor, ami most a mai rendezvényünkben a legöregebb felvonultatott veterán. Ő nem jármű, stabil motor, tehát ő egy cséplőgép, vagy egy szivattyúnak a hajtómotorja volt. Ha be kellene mutatnom ezt a motor, akkor azt mondanám, ezeknek az összes autónak, motornak ez az őse. Itt kezdődött a motorozás, világ legelső karburátorja. Ez egy négy ütemű, egy hengeres, kihagyásos vezérlésű stabil motor. Mechanikus vezérléssel, azaz úgynevezett kihagyásos vezérléssel tudja szabályozni a fordulatát. Ami azt jelenti, hogy 150-es fordulatra be van állítva, és abban a fogaskerékben ott, abban a fogaskerékben van röpsúly. A centrifugális erő következtében ugye rúgó ellenébe szétmenne, a bütykön, a röpsűvel levő bütyök a kitámasztónak az emeltjét megnyomja, és befutolja a kipfogó szelep himbája alá. Hogyha bent van a kipfogó szelepnek a himbája alatt a kitámasztó, akkor a henger nyitottá válik. Ha a henger nyitott, akkor nincs vákum, és nem szív a hörgőszelepen üzemanyagot. Mert ugye csak vákum esetén nyit ki a hörgőszelep. Ha nincs üzemanyag, akkor nincs égés, nincs robbanás. Ha nincs robbanás, akkor a motor lassul. Lelassul annyira, hogy a röpsúlyok visszamennek eredeti helyzetükbe, a kitámaszték kijön a himba alól, újból van a hengerbe vákum, van szívás, van robbanás, akkor gyorsul a motor újból. És akkor egyszer csak eléri megint a magasabb fordulatszámot, akkor újból kezdődik az egész előről. Ez szabályozza a 150-es fordulatot. Ennél be lehet állítani kicsivel többre, kicsivel kevesebbre is. Egy csodában ülünk. Mi ez? Ez egy Verolex Oscar 350 típusú jármű. Ezzel érkeztem a találkozóra. Mikor gyártották ezt? Milyen években futott ez, és mire használták? Ez rokkant járműként funkcionált, tehát rokkantaknak készült elvileg, habár a vezetését igazából egy normál fizikumú embernek is okozhat néha meglepetést, tehát
ez szerintem a rokkantaknak nem igazán vált be. Ez 1965-ös, amiben most ülünk. Ez egy bovdenes kuplungos, tehát a 70-től volt az olajos kuplungos ebbe a Verolexbe, és gyártottak ebből 250 köbcentis egyhengereset is, de ez már egy 350-es kéthengeresen indítós verzió. Honnan érkeztél a versenyre? Tura. Van-e más a gyűjteményedben még? Igen, több ilyen Verolexem is van. Van körülbelül egy 5-6 darab, ez mind más típusú, tehát különbözőek. Igazából, de inkább háború előtti motorkerékpárok azok, amik foglalkoztatnak, amiket szívesebben, meg háború előtti autók, tehát 20-as, 30-as évek. Az autós motoros találkozót Valkó Nagyközség önkormányzata támogatta, mely kellemes időtöltést nyújtott a családok számára. De nagyon-nagyon örülünk, hogy Valkó Nagyközség önkormányzata Pécsi parkerdő helyet tudott adni ennek a rendezvénynek, immár ez a második olyan rendezvény, ahol veterán autók és motorok tudnak találkozni, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó időtöltés minden családnak, minden helyinek és minden környékben élő embernek, és hát nagyon-nagyon sokan látogattak el, nem csak a kis mikrokörzetünkből, hanem igen távolról is, ahogy hallottam, egész messziről is az ország szegletéből, és hát ez nekünk nagyon fontos és nagyon jó érzés, hogy öregbédik településünk hírnevét, és szeretnénk úttörőek lenni ebben az esemény sorozatnak a megszervezésében a jövőben is. A rendezvényen nagy érdeklődés mutatkozott a traktorok iránt is, melyek igazi ritkaságnak számítottak. Ez egy saját építésű, saját készítésű traktor, nevezzük traktornak, de inkább egy bemutató jármű, amivel azt szeretnénk bemutatni, hogy az 50-es években apáink, nagyapáink milyen gépeket használtak, milyen volt az akkori technika. Mennyire volt nehéz vagy könnyű ezt összerakni? Hát ebben nagyon sok elméleti tervező munka van, de nem asztal mellett papíron, hiszen minden egyedi. Vannak barátok, akik ötleteket adtak, segítettek a kivitelezésbe. Nagyon sok munkaóra, nagyon sok idő van benne. Milyen ennek a teherbírása? Mire lehet ezt most ebben a formájában használni? Jelen pillanatban inkább bemutató eszköz, mint munkagép, de ezzel a motorral, ezzel a kialakítással egy egyes ekével lehetne kertet művelni, kis kertet szántani. Gyakorlatilag egy lovat tudna pótolni, esetleg régi cséplőgépet, kukoricadarálót, mezőgazdasági eszközöket meghajtani, vízszivattyút öntözéshez például. Mondhatni, hogy önnek ez a hobbija? Igen, ez lehet mondani, hogy hobbi, inkább megszállottság, de hobbi. Van-e emellett még más jármű, esetleg olyan, ami még nem készült el, de dolgoznak rajta? Van több is, veterán motorok, veterán traktorok, igazi traktorok, gyári traktorok felújításával is töltjük az időt. Tehát van még azért a gyűjteményben egy pár darab. A járművek megtekintése mellett számos kísérőprogram várta a látogatókat. Fellépett többek között a helyi nyugdíjas klub, iskolások, de egy 60-i rock csapat a Rocky Racket szórakoztatta a találkozó résztvevőit. A látogatók szavazhattak is a kiállított járművekre. A közönségdíjak mellett kihirdetésre kerültek a külön díjak is. Harmadik lett, és kérem, hogy fogadják nagyon nagy tapsal, a szervezők részéről pedig érkezik a kis kupa, a harmadik helyezettnek járó kupa.
Hidvégi Kori jávája! Szevasztok! Mégpedig nem akár milyen, igaz, hogy 1987-es a jáva embléma az itt van a melleden, bár azt is megtudtuk róla, hogy BMW szerelmese vagy, de beleszerettél ebbe a 350-esbe, és még, hogyha esetlegesen olyanok vannak, akik most érkeztek, azt még mondd el, hogy honnan jöttél, és mióta van nálad a vas. Gödöllőről jöttem, és egy hónapja. Gratulálok, itt a kupa, vegyétek át! Hölgyeim és uraim, Eme nagyon laza könyöklős mozdulattal beszeretném mutatni a gépjárművet, aki második lett, mégpedig Dobos László úr, egy Volga M21-el, de nem is akármilyennel, egy gyönyörűvel, a rajtszáma a 20-as volt, a nullát levették róla, és ő lett a második, egy tapsot kérek szépen! És a közönség egyértelmű szavazatai alapján kérem szépen a márkafüggetlen veterán autó és motor találkozó abszolút győztes helyét úgy szívügyileg, érzelmileg és műszaki állapotában egy 1929-es, hogyha jól emlékszem, ott a hátunk mögött található Marotti Attila tulajdonában lévő Plymouth Deluxe nyerte. Kap kérem szépen Szoldál Antal Skoda Kolóniállal. Egy nagyon nagy tapsot kérek a Skoda Kolóniál, hölgyeim és uraim, eme gyönyörű darab. 41-es rajtszámmal külön díjat kapott kérem szépen Pisze. Egy tapsot kérek szépen, ez az úrnak a neve volt, nem a bőregéré. A bőregér pedig Velorex, egy 350-es Java motorral. Kramer KL12, de azt kell tudni Józsiról, hogy iszonyatos őrült figura, és hát ezeket a komoly blokkokat beleépíti, és teljes hát művészi tartományában ő fejleszti. Ez egy eredeti példány, de itt van, ki van állítva az összes többi. Gratulálok a külön díjhoz, mindenféleképpen ez egy nagy elismerés, és azt gondolom, hogy érdemes közelebb menni, és meghallgatni, hogy hogyan járnak. Egy tapsot szeretnék kérni Török Józsefnek! Elérkeztünk az utolsó külön díjhoz, hölgyeim és uraim, én azt gondolom, hogy a kiállításunk legősibb darabja, hiszen 1896-ban adták ki és gyártották le ezt a legrégebbi állómotort. Takács Sándor úr, kérem szépen, aki a tulajdonosa mind a kettőnek, ami működik az országban. A látogatók július 19-én és 20-án a második Icarus, Csepel és Pannonia találkozón is részt vehetnek, szintén a Valkói Szabadidőpark területén. A szervezők jövő májusban pedig ismét megrendezik a márka független, veterán, autós, motoros, traktoros találkozót.